Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Ismét itt vagyunk négy vendégünkkel, és folytatjuk a második epizóddal. No, hát akkor letudva a traumás részeket, akkor egy kicsit én most megleplek, hiszen most 11-e van, de nem akartam annyira elkésni. És hát tudjuk, hogy napokkal ezelőtt nőnap volt, és azért ennek örülnek most már az operatőrök, meg hangmérnökök is, de... Köszönöm szépen! Boldog nőnapot! És köszönöm. Van nálam még egy virág, mert a te kedvesednek is majd átadom, az ott van mellettem, mi tudjuk, hogy itt ül velünk köszönöm. A stúdióban, rólad sem feledkeztem meg, te is majd megkapod, jó? Amíg te itt gyönyörködsz a virágban, addig én Miklóssal folytatom. Miki, tehát a 90-es évek elején elkezded a pályafutásodat, addig milyen sikereket értél el, azt tudom, hogy a 94-es hegyi bajnoki címet elérted, amihez utólag is gratulálok. Abban az időben azért jobb világ volt, mert a rallit a hegyi versenyekkel együtt párhuzamosan lehetett csinálni, és ezzel a lehetőséggel te is éltél. Igen, ezt nem hagytuk ki, hogyha volt rá lehetőség, mert ugye azonnal átépítettük az autót a hegyi versenyeknek megfelelően. Ugye volt pécsi hegyi verseny, az kihagyhatatlan volt, aki csak megtett, az indult. Így van. Ugye a versenyzők közül. Edzésnek is mindenek jó volt, igen, meg egy kicsit igen, az autónak, hogy mondjam, a nagyobb teljesítményét is ki lehetett hát, próbálni, ugye, könnyítve volt, nem volt benne még egy ülés, meg még millió egy dolgot meg lehetett csinálni az autókkal. Nem volt zajmérés, ugye, mindjárt küszöbb kipufogó, meg mindent csináltunk. Nem lett attól jobb persze, csak hát ugye az érzés a versenyzőnek mindjárt adott egy kis pluszt. Ülés kijött belőle, ugye a tűzoltórendszert máshogy kellett megoldani, stb. És akkor elindultunk ezeken a futamokon. Ugye az Egyesületnek is hozta mindjárt az eredményeket, meg hát ugye magunknak is. És akkor ugye Pécs, Parád, csodálatos pályák, és ugye sikerült nyerni mindenhol, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes volt, és ugye győztünk is, és bajnokságot nyertünk ezen. És hogy nem jött össze mondjuk egy rally kategória bajnoki cím? Mit látsz így utólag visszagondolva 25-26 év távlatában? Hát igazából ezt nem tudom, próbáltam megnézni, ugye kérdeztél is, hogy mire emlékszem, nem sok mindenre, mert ugye nem visszafelé szoktam nagyon nézni, de legjobban a mai helyzethez képest úgy gondolom, hogy talán azt hiányzott, hogy talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan gyorsasági volt, amikor a jármű jó volt. Uh-huh. Tehát, de a fék az soha. Tehát, nálad is az volt, hogy mindent otthon te magad maszekba csináltatok. Igen, és igen. Az egy más világ. Tehát nem tudtatok komolyabb autók ellen így versenyre kelni? Erre akarsz kiukadni? Nem, vagy nem tudtad annyira fölkészíteni? Vagy? Nem feltétlenül erre gondolok, hanem ugye lehetőséget sem volt, tehát alkatrészek nem voltak, nem tudtál egy olyan fékbetétet vagy rendszert szerezni, amivel tényleg tudod, hogy elrajtolsz és a gyors végén is megnyomhatod és van féket, itt a közepétől már csak a padlón volt a pedál, tehát mint csak gurítottad az autót, vagy próbáltad valahogy bevariálni egy kanyarba. Ma már ez nem így van. Én 2002-2003-ban ugye sokszor, tehát építek másoknak is autókat, vagy segítek, akinek tudok az autósporttal kapcsolatban, és akkor döbbentem rá, hogy milyen egy 2000 utáni autó. És ugye a féktől kezdve. Jó, de azért abban az időben például ugye te is ment ilyen kockaladával, meg minden jól emlékszem, és utána azért jött egy Lada Samara, ami egy kis előrelépés volt, mert azok az autók nem voltak rosszak, ugye? Igen, a Samara nagyon jó autó volt, ez egy új autót építettünk, vadonatúj karosszériából, és ott tényleg voltak már azok a Samara volt talán az a legjobb autó ilyen szempontból, műszakilag is mindenhogyan. Azzal nyertem is versenyt, ugye pont Veszprémből, ahogy szeretem. Tehát ez ugye a ladások között egy kis eretnekség volt, mert ugye az a keresztbe menés, meg minden az előző ladákkal a hátsó kerék meghajtás miatt a Lada Samara meg első kerekes volt. Hát igen, a Lada, hogy ugye keresztbe megy a nézőknek, ez egy óriási fontos része a dolognak. Ugye én is mindig gyorsabban szerettem volna menni, mint keresztbe menni. És a Samarával gyorsabban lehetett. És a Samarával nagyon lehetett gyorsan menni. Tehát ott egy balatonyárpit vagy Veszprémben egy bútorrobit, hogy bárkit legyőzni, tehát ez ment avval már, tehát avval ezt meg lehetett csinálni, és elég komoly nevek mentek akkor abban az A5-ös kategóriában, és a Samara az erre alkalmas. És akkor Samarával jutottál a kategória harmadik helyig éves összesítésben, ugye? Úgy tudom, igen, erre sem emlékszem igazán. Akkor egy legendás sportegyesület színeiben, igen, hát a Stóles, ami gyakorlatilag a te nevedhez köthető. Így van. Stólaszin kívül, nyilván igen, a Bonyhádi hát vállalkozón kívül. Én Bonyháton dolgoztam a Lacinál, és akkor ez az autósport dolog, pici koromtól szerettem volna ezzel foglalkozni. Szüleimnek még autója se volt, jogosítványok se semmi, és nagyon érdekelt az autósport. A szomszéd faluban lakott Bajor Zoltán, alias mi? Igen. És ő egy nagy példakép volt számomra, AY-os gyári ladával versenyzett, ugye a pécsi volánszínén. Igen. És gyerekkoromban ez sokszor megfordult az utcákba,
és akkor láttam, hogy gondoltam, hogy mi is lehet ez, és akkor úgy hát vágyódtam, mert és azt hiszem 28 éves. Tehát akkor ő fertőzött meg a Mifu? Nem, nem, én előtte is, nem tudom megmagyarázni, hogy ez hogyan jött. Tehát ugye még tévéadás sem volt hétfőn, szóval az, hogy láss valamit, vagy elles valamit, az lehetetlen volt. Tehát nem, ez a világ, ez most teljesen más ilyen szempontból. Jó, hát, hogy mennyire más arról talán Gergő is tud mesélni, mert te azért Ladával nem versenyeztél, tehát ahogy elkezdted a pályafutásodat, viszonylag jó autóba ülhettél. Nekem nagyon ez a Citroen C2-es van meg, de hát azért volt előtte is élet, nem? HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Hát igen, ott ismerkedtünk meg mi is, igen. Ugye a Citroen-es időszakban, de én igen, előtte egy BMW-vel versenyeztem. Ami szintén hátsó kerekes volt, és utána te is mész egy első. Végigmentem a rajt meg a cél között, lehető leglassabb időkbe, vagy időkkel. Hát szerintem majdnem egy évig nyúztam azt az autót, de tényleg az egy olyan autó volt, hogy otthon a garázsba az volt rajta éppen a tuning, vagy a fejlesztés, hogy M-pakkos lökhárító ment előre, nem a sima széria, szóval a csövön kívül, meg a versenygumikon kívül semmi nem volt rajta versenyautó. Igazából azzal mentünk, azzal próbálkoztunk az elején, szokjuk a versenyt, a versenynek a szervezését. Ebből már érezted, hogy neked is van ehhez érzéket, tehát azért el tudtad teregetni ezt az autót, nem? Hát a vége fele, amikor már többet mentem bele, és kezdtem hozzászokni ahhoz, hogy mit is kéne csinálni, vagy hogy mi az a gyors, mi az a lassú egy kanyarbevételnél, vagy egy kigyorsításnál, ugye, hogy mire fontos nagyon odafigyelni. És ugye igazából utána érkezett meg a Citroen a családba, amit ugye már onnantól te is tudod, hogy nagyjából... Mennyire érezted ezt merészváltásnak tényleg a hátsó kerekesből beülni az első kerekesbe? Nem tartottál tőle? Mert azért a kis Citroennek azért kis méregzsákok. De tartottam. Igazából megpróbáltunk lassan építkezni. Aztán igazából nem sikerült. Egyből belevágtunk. Jöttek a kalandok is, nem? Igen, a lecsóba. Mi volt az első? Hát, ahol a Bacsatomiékbe estek, ugye... Baranya kupán tavaly. Igen. Én azt egy évvel, két évvel, nem is tudom, 17-ben. Ugyanabban a kanyarban. Csak nem estem be. Elődöd, aki ugyanabban a székbe ült, egyébként Kovács Anték, ugye ezt megcsinálták Suzuki-val. Akkor a szerencsém volt, hogy pont a hátulja lógott csak le, az nem is tudom azt miért akartam ott bevenni annyival, talán ötödiknél egy picit ráfékeztem, biztos, hogy nem fért be. Nem is tudom, hogy mit gondoltam, hogy az ott jó lesz. És akkor a szerencsém volt, hogy hamarabb engedett el a hátulja a poron, és csak úgy forogtunk egy négyet, ötöt. Fennmaradtál végig is az aszfalton. Igen, igen, és tovább mentünk. És de az olyan jó volt, nem úgy elsőre egy természetesen ez a sötétben jó volt. Sőt, az a második futamon volt, bocsánat, mert az első futam az Fehérvár rally volt. Uh-huh. Akkor ott minden tök jól alakult, ott talán egy ilyen abszolút hatodik helyen be is értünk, úgy, ahogy. És akkor ugye a Baranya kupán folytatódott, ott volt az első nap egy megforgásunk, a második nap meg... Fiatalos, lendületes, jól terhelhető csapat, korszerű technológiai felszereltség, magas minőségi normák, földmérés, mérnöki tevékenység, tanácsadás. Ottigeo Földmérő Kft. Ez a Baranya kupa, ez egyébként is nekem, egy kicsit nekem pehes nagyon versenye. A szívemhez áll, mert egyszer se tudtam befejezni. Rányévre meg ugye nyárás felgyőződött. Igen, négyszer megpróbáltam. Igen, és akkor utána nyárás felgyőződött ott egy balos kanyarba. Ott is van, amit nagyon csúnyán elnéztem, nem arra a kanyarra emlékeztem, vagy rosszul írtam föl szerintem, sőt biztos, mert akkor nem estünk volna be. Láttam a belsőket, nagy volt a tempó is azért, elvállalt a szépen. De nem, az a 19-es volt. Van itt annyi baranyakupáról, hogy az 18-ból össze is törtük nagyon az autót, igen. És akkor 19-ből ugye a Bencével ott igazából, megmondom őszintén, hogy ott azt fullba kell átvinni azt a kis baltörést. Szerintem 18-ban volt az csak helyre. 18-ban, bocsánat, igen, és 17-ben volt a másik törés. Igen. Igen, 18-ban belementem a gödörbe, ennyi. Nagyon-nagyon buta, úgymondva a hátsó futóműve ennek a Citroennek, nagyon, nagyon kicsi autó, nagyon rövid. Belementem szerintem egy ilyen 15-20 centis gödörbe, annyira eldobta a hátulját, hogy ott forogtunk annyit, hogy
ott se gondoltam, hogy törés nélkül befejezzük ezt a pörgést, és befejeztük, csak pont a menetirányjal szembe állt meg az autó. Hát én megmondtam, hogy a füvel majd megfordítom, azt megyünk tovább, és olyan jól megfordítom, hogy volt egy ilyen másfél méteres betonárok a fűbe, és oda így leestünk, úgyhogy ott vége volt a versenynek. Úgyhogy... Következő évben még ez az autó volt, de nem a teljes szezont futottad, mert valahogy ott hagytad a Rally 2-t. Ez még ebben az évben volt, abban az évben, amikor ugye beestünk. Igen, az utolsó két futamon, sőt nem az utolsó futamon, mert Nyíregyház volt Rally 2-nek akkor az utolsó futam. Azt én ugye Mecseken és Nyíregyházán már a Mitsubishivel mentem. Mérlegeltünk igazából, akkor pont ezek a nagy csatak voltak a Gergő is benne volt, ugye, hogy négy ember volt talán közel a bajnoki címhez. Nekünk a legrosszabb helyezésünk negyedik hely lett volna, hogyha nem indulunk el. Számolgattunk, előrébb tudtunk volna kerülni, de hátrébb nem estünk, így nem láttuk értelmét folytatni, úgymondva az évnek. És Mecsek Rallin és Nyíregyháza már a Mitsubishivel mentünk. Igen. Innen folytatjuk. Kata, előtte ti a pároddal, Robival, Skoda Felicia kitkárral versenyeztetek. Az milyen volt az autó? Mert a mi időnkben, igaz Miklós, az egy csúcstechnika volt, az a Skoda Felicia, annak mindenféle változata, indult a favoritból, és akkor átmenik a Feliciába. Ezzel mentetek ti korábban Robival. Igen. Na, az milyen volt? Az volt és az első. És mellette milyen volt? Többek közt az volt az első autó, amivel mi ketten együtt mentünk, hiszen későbbiekben vettünk egy Opel Astrát. Igen, meg ő engem. Akkor még nem voltatok fél és feleség. Igen. Igen. Hát ugye ez a Szelepnek volt a kitkárja, és a legelső versenyünk előtt, ez egy orfű sprint verseny volt, kimentünk a Bisei bekötőre a Szeleppel. Hogy hát megmutassa nekem, hogy hát mégis milyen ez az autó, ugye hát én előtte egy Evo 9-el mentem, meg egy E30-es BMW-vel, hát fogalmam se volt róla, hogy meg hát amúgy is hát egy zöld fülű voltam, nem navigáltam én előtte sokat, és elindultunk ezzel az autóval ki a Bisei bekötőn, és gyakorlatilag a Szelepnek, szó szerint, mint a rajzfilmekben, így az őrülteknek így forogtak a személy, és nézett oldalra rám, és vigyorgott teli vigyorral, és úgy járt a keze, hogy nem tudtam követni. Tehát azt se tudtam, hogy így most itt megállunk, nem állunk, meg egyáltalán elváltott a váltóval, vagy sem. Fogalmam sem volt, hogy mi történik. Visszaértünk hozzájuk a műhelybe, és mondtam a Robinak, mondom, figyelj, ha ezzel az autóval nekünk nem lesz így bajunk, tehát, hogy itt célba érünk, rendben vagyunk, mi egymás, és nem fogjuk mi eldobni, akkor soha semmivel. És valóban egyébként akkor mentünk először egymással is, tényleg. Az volt az első versenyünk is közösen, és egész jól sikerült. Nem emlékszem, tehát helyezést azt nem értünk el, így első háromban nem voltunk benne, de egész jó időket mentünk együtt, és nagyon élveztem azt az autót. Tehát, kemény kocsi volt. Igen, nagyon harapós kis jószág, tehát valóban, hát azért csak mi volt gyári technika. Mi volt a legjobb eredményetek Robival? Az egyik Mecsek Rallin, most meg nem mondom neked, hogy melyikem, hát egy hölgy esetében erről eltekintünk, hogy itt az évszámokba kutakodjunk. Köszönöm. Az az igazság, hogy célba érésünk és kupás helyezésünk csak ilyen licensz kategóriában volt rally, vagy rally 3-as, vagy sprint versenyeken ugye akkor még. Viszont amire kifejezetten büszkék vagyunk, azt mondhatom, az egyik Mecsek Rallin pécsváradi gyorsasági szakaszon egy nagyon-nagyon tiknyós idő volt, kifejezetten sáros, dagonyás volt az út, és akkor már az Astrával mentünk. És igen, mert utána Astra GSI volt. Így van, és benne a gyorsaságén az előttünk rajtoló három BMW-t megelőztük, és jöttünk egy olyan űridőt, nem tudjuk, hogy hogyan, fogalmunk sincs, de gyakorlatilag az ORB, nem ORC-nek az abszolút második idejét jöttük akkor. Utána elindultunk Nyárásvölgy 70 helyi szakaszra. Robi úgy szokott fogalmazni, hogy elhitte, hogy a babishús.
kiértünk a szélesre, és neki mentünk a szalagkorlátnak. Úgyhogy, és ennyi volt az a versenyünk. Azt tudni kell, hogy az utána következő orfői körgyorsot már leetapolták nekünk, úgyhogy csak végig kellett volna gurulnunk, és beérünk. Nem a Gergő miatt, csak úgy viccelt. Mi jártunk úgy, hogy azt a gyorsot kivették. Azt nem tudjuk. Azt nem tudjuk, de igen, azt tudom. Tehát utána csak így végig kellett volna gurulnunk, és beérünk. Én a Robival például egyetlen meccsek rallin sem sikerült célba érnünk. Ez nekem egy hatalmas szív. Volt olyan meccsek rallink, amikor az Antalfi kanyarban az utolsó gyorsasági volt, és az Antalfi kanyarban kitört a bal első kerekünk. Még annyit elvitt ugye a kocsi lendülete, hogy nagyjából egy 20 méterre voltunk a céltól. Kipattantam, engem nem érdekel, betolom. De hát nem tudtam betolni, mert konkrétan a féktárcsa az belevájódott az aszfaltba, úgyhogy hát egy ilyen 10-20 nézővel így bepakolgattuk az autót, hogy beljebb legyen. Egyébként csak egy összekapcsolás még a Gergővel, amikor ő elesett a nyárásfő gyorson, 77-en a stopba, akkor ismerkedtem meg közelből. Egyébként a Robiban nem, ja. Ott vártuk ugye a mezőnyt, és akkor na, mondták, hogy a Tudás Gergőjébe estek, úgyhogy most ott várjunk, és akkor eltapett. Dávid, 1975-ös születésű, vagy ezt nálad el lehet mondani, nagyon jó karba vagy. 13 évesen kezdted, ha jól emlékszem, a... 12-13 évesen. 13 évesen, elkezdtem, igen, el. Körülbelül. És ugye olvastam, hogy nem csak itthon jártál ilyen hegymászó iskolákba, hanem az Egyesült Államokban, meg Magas Tátrába. Tehát te ennyire tudatosan készültél, aztán később pedig jöttek nyilván az úgynevezett nálatok magashegyi túrák. Dolgozó szállítás, buszrend. Csoportoknak? Buszrend. Rendezvényekre? Buszrend. Komfortos és környezetbarát járművek? Buszrend? Ez nem kérdés. Nem, ez valahogy úgy kezdődött, ugye nyilván, hogyha nagyon vissza akarunk menni a KH-ig, akkor mi volt a motivációm? Egyrészt én nagyon nem szerettem a versengést, tehát... Meg a tömeget se ezek nagyon, szerint? A tömeget sem szerettem. Nagyon szerettem a sportot, tehát a fizikai erőfeszítés maga az vonzott, de kíváncsi voltam rá, hogy van-e olyan sport, amiben nem kell legyőzni a többieket. Uh-huh. És közben ilyen romantikus kölyök voltam, sokat olvastam, tájfutottam, mert az is ilyen volt benne természet, a természet is nagyon fontos volt számomra, nyársat faragtam, tábortüzet raktam, nem tudom micsoda, karatéztam, dzsúdoztam, mert ugye ez az időszak, amikor voltak ezek az olcsó kungfu filmek, és akkor az is ilyen romantikus, misztikus dolog volt. És aztán kiderült, hogy létezik sziklamászás. A nővéremnek volt egy barátja, aki igazi sziklamászó volt, és ez a 80-as években még eléggé ritka madárnak számított. És akkor rögtön láttam, hogy ebben megvan minden, amit én keresek. Ez lehetett olyan 12 éves korom körül. Ugye van benne természet, fizikai erőfeszítés, kreativitás, mert meg kell oldani azt a problémát, amit magad fölött látsz, bajtársiasság, és nincsen benne versengés, és nincsen benne labda, mert ugye a fociban is nagyon ügyetlen voltam. És... Hát igen, mert igazából nem a társadat kell legyőzni. Igen. Ez volt az alapfokú tanfolyam, és ekkor már létezett Magyarországon egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen természetes szamár létrája ennek a hegyi sportmászásnak, hogy először elvégzed az alapfokú sziklamászó tanfolyamot, én még a Kevényergi turistaházban végeztem, azóta sajnos leégett, ilyen bentlakásos tanfolyamot, és aztán a tematika szerint elmész a Magas Tátrába, ott elvégzed a nyári magashegyi tanfolyamot, és aztán talán jön a téli magashegyi tanfolyam, mert ugye ezek külön-külön disziplinák, a téli mászás, a nyári mászás, a sziklamászás, az alpin mászás, az ilyen mászás, olyan mászás. És aztán ugye az USA-ba úgy keveredtem, hogy... Az mikor voltam, amikor kikeveredtél először? Nem sokkal rendszerváltás után, azt hiszem, hogy... 90-es évek elején? 92 lehetett, meg kéne néznem, lehet, hogy egy-két évet tévedek, maximum egy évet tévedek. Szinte Ráti Mikivel együtt kezdeni ilyen szempontból a sportágat. Oda ilyen diáknak mentem, valójában nem akartam elfogadtatni azt az évet, úgyhogy ilyen kamutárgyakat tanultam a gimnáziumban, mint nem tudom, Montana történelme, meg kórus, meg amerikai foci, meg hasonlók. Végre találtam egy olyan focit, amiben nem kellett hozzányúlnom a labdához, az én pozícióm az volt, az a srác voltam, akinek rá kell ugrania arra a quarterbackre, aki el akarja dobni a labdát. És nekem labdához nem kellett nyúlnom, csak így a judóból hozott mozdulatokat használhattam, ez nagyon bevált nekem. Jó, és ott igazából szembesültem azzal, hogy léteznek nagyobb terepek, mint a Pilis.
És akkor ez még rátett egy lapáttal. Melyik részére mentél akkor Amerikában? Montanába utaztam ki, onnan indultam el, és aztán talán csavarogtam is valamennyit, de lényegében Montana volt az az állam, amit a legjobb. Lett egy ilyen kötődésed az Amerikai Egyesült Államokkal, mert úgy tudom, egy barátod unszolására, de kétszer is visszatértetek ugye a 2000-es évek legelején. Igen, valójában én voltam a felbújtó, ugye az ötlet először Ágy Zolitól jött valóban, és vele voltam először Alaszkában, ha jól emlékszem, 2001, nem? 2001-ben valószínűleg, de akkor már, igen, mert 2001 és 2002 között, egy télen voltunk mind a két alkalommal. Ez is jó sztori, mert ugye azért mentetek télen, hogy ne legyenek sokan a hegyen, mert télen nem nagyon másszák ezt. Igen, minden hegynél van egy nagy különbség a nyári megmászás és a téli megmászás között, de Alaszkában ez nagyon-nagyon nagy ez a különbség, valamikor kiszámoltuk, hogy nem tudom hány százaléka a megmászásoknak téli, Alaszkában, de már nem emlékszem, talán ilyen 5000-lék, vagy valami hasonló, szóval, hogy 10000-nél többen mászták meg nyáron, és néhányan mászták télen. És tényleg ez volt az alapvető ok, hogy ti télen menjetek, hogy ne legyenek sokan akkor? Inspiráló, kreatív, izgalmas feladat volt. Képzeld el, hogy egy ilyen kis repülővel az utolsó faluból felszálltok, a repülő a levegőben kitolja a sítalpakat a kerék alá, aztán leszáll a pilóta a gleccseren, ugye fölfelé száll le, hogy a lendületet a lehető leghamarabb ledolgozza, megfordítja a gépet az utolsó lendülettel, még forog a légcsavar, kihajítod az összes húzózsákodat, kiugrasz a hóba, így nézel, mint a... Nem tudom. És ott is hagynak. És akkor mondja, hogy jó, akkor két hét múlva elrepülök fölötted, és megnézem, hogy megvagy-e még. És van egy 100 kilométeres fagyott tundra az utolsó település és közted, és teljes negyedül vagy a hegyen. Fantasztikus. És innen rádiózni semmilyen kapcsolatot nem lehet. Nem. Hogyha ha egy repülő fölötted elrepül, akkor azzal tudsz beszélni, de hát mi a fenének repkedne bárki a Denali fölött. Na és ott mi történt? Mert azért ott az egyiknél ott beszorultatok, vagy két hétre a kis sátratokba többen. A második alkalommal hosszabb időt voltunk a sátorban valóban, de akkor tulajdonképpen voltak készleteink bőven. Az első alkalommal sokkal cikibb volt, mert akkor a csúcsmászás előtt közvetlenül, tehát a csúcsmászó táborunkban kapott el minket a vihar, és egy nagyon, ugye nagyon közel van a kúköbből felül a sarki szelek, lényegében direktben rontanak rá a Denalira, és ezért egyrészt nagyon hideg van, sokkal hidegebb van, mint a Himalájában. Mínusz 50-60 fokok. Hát mínusz 50-60 fokok vannak, és ehhez hozzáteszed a szélnek a hűtő hatását, meg a magasságot, akkor ilyen elgondolhatatlan hideg hőérzetek jönnek ki. Hát végig el van takarva a szád, mert ha közvetlenül léleznéd be azt a hideg levegőt, akkor ugye megfagynának a léghólyagjaid, és az rossz. Igen. És ja, tehát fegyelem kell hozzá. Csak ott van az asztalon, ugye a jacket is, meg kesztyűt is. Elég nagy kufi kesztyűink vannak. Figyelni kell a keringésedre, a folyadékbevitelre, stb. Tehát ez ilyen fegyelmezett, sakkozós dolog. Igazából egy órát ki lehet bírni, de neked hetekig, akár hónapokig kell. Tényleg, az milyen? Hányan voltatok? Hárman voltatok a sátorban akkor? Az első alkalommal ketten voltunk, az Ágy Zolival, és a második alkalommal konkrétan abban a sátorban, amire te utalgatni akarsz, abban hárman voltunk, igen. Mi a fenét lehet csinálni két hétig, két négyzetméteren, három embernek, azon kívül, hogy várakozik? Hát elmeséled az életed történetét, aztán utána nem tudom, ugyanezt, de csak a lányokat, akkor nem tudom, akkor... Mindenki más elmeséli az élete történetét. És tényleg nem lehet kijönni a sátorból? Akkor tényleg nem lehetett kijönni a sátorból, mert olyan komoly vihar vett minket körül, úgyhogy ja, igen, oda bent éltünk és végeztük minden. Igen, és akkor dolgunkat. Volt ugye a medve bácsi. Mackó bácsi. Mackó bácsi. Így van. Az volt a zsák, amiben... Ugye? Így van. Mackó bácsi és milyen rendesek voltatok? Műanyag zacskó volt, aki az előtérben lakott. Igen, úgy van fantáziánk, de ezt se hagytátok fenn a helyen, és ezért még meg is dicsértek benneteket. Valóban lehoztuk végül. Nem szemetelünk, ugye sehol? Úgy történt, hogy mi eredetileg engedélyt kaptunk arra, hogy ezt egy nagyon mély gletszer hasadékba bedobjuk. Igaz, hogy soha nem fog lebomlani, de az is igaz, hogy mint a következő föltörténeti korban kerül majd elő. De mi elfelejtettük ezt, tehát nem etikai oka volt a dolognak, bár szívesen mesélném így, de elfelejtettük kidobni Mackó bácsit, és amikor leszállt Póla pilótánk, hogy levigyen minket a hegyről, akkor már nem volt időnk, mert ugye pörög a légcsavar, stb. Nem mehetünk el oda a hasadékhoz. Úgyhogy minden mással együtt bepakoltuk a repülőjébe. Ami nem volt gond, mert ugye csontá volt fagyva a zsák. De aztán kiszálltunk a hangárban,
a faluban, és akkor elkezdtünk rajta gondolkozni, hogy mit csináljunk ezzel a zsákkal, meg ki fog olvadni, és aztán végül leadtuk a Ranger Station-en, és tényleg megdicsértek minket, hogy milyen lelkiismeretesek vagyunk. No, hát akkor majd innét nyugatról visszajövünk keletre, majd a Himalájába. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. Miklós, a Lada Samara után te is egy jó kis, akkor egyébként mi sokat dicsértük, de egy jó kis technikába ülhettél, ami összkerekes volt, egy Ford Escort Cosworth-ba, először ennes volt ugye a te autód is. Igen, igen, a Konta doktornak az autóját vettük meg. Ismert autó volt a mezőnyben, igen. Ez először Battó Zoli féle autó volt, igen, igen. A Konta doki ment vele, és aztán vásároltuk meg még ezt az autót. Milyen volt az az autó? Hát ez egy nagy lépés, hogy egy összkerekes autó, turbós, nagyon erős, a Ford inkább egy erős autó, mint jó futóművel rendelkező jármű lenne, és megvásároltuk, hát nagyon, nagyon nagy élmény volt. Mindjárt az első futamon ben voltunk, azt hiszem az abszolút első 10-ben Rally 1-ben, ez nagyon, nagyon nagy dolognak számított akkor nekünk, és hát elkezdődött vele a versenyzés, nagyon szerettük, nagyon különleges volt, ugye mindig én javítom az autóit. 98-ban, ugye, ha jól emlékszem? Bár te 98-ban ezekkel... vettük meg a Fordot, igen, uh-huh. 98-as évben, és akkor végig futottuk vele a szezont, sok műszaki hibával volt azért uh-huh. vele, tehát egy küzdős jármű volt. Alapvetően próbáltunk vele mindig úgy menni, megpróbáltuk elérni azt, hogy menjen végig a futamokon, és akkor az első versenyt be is fejeztük. De még ment, addig jól ment, meg hát maga az összkerékhajtás azért egy különleges élmény nagyon volt, nagy nem? Lépés, persze. Hát, azért mégiscsak a 90-es évek második feléről beszélünk, nem mindenki hát adatott. Nagyon különleges jármű volt akkor, szóval azért nagyon, nagyon, nagyon jó autónak számított. Akkor sokan mentek ebben az autóval, már kiforrott technika volt valójában, akkor még az Evók annyira nem jöttek be. Igen, igen, igen. Ezután következtek, amivel... Oroszlán testvérek voltak az egyetlen Micsusok akkor. Ők klasszikusan mindig a Mitsubishivel mentek, az elejétől fogva, és aztán miután az Evók bejöttek, akkor a Fordnak már azért nehezebb volt jól menni, vagy eredményesen menni az Escorttal. Nagyon szerettem egyébként magát az autót, meg hát nagyon-nagyon különleges volt az ember elérve. Volt egy hajlamod is, hogy ezt áttipíted A csoportosra. Hát ugye, mint kiderült, ez a hajlamom, ez nagyon erős, talán még erősebb is, mint a vezetési rendi vágy. Ez közben kiderült, hogy ugye, tehát a mai helyzet nem hasonlítható, megint csak arra térek ki, hogy az akkorival, mert ma nagyon sok mindent szabad. Akkor ez nem így volt, hanem volt N csoport, A csoport, és akkor ezt 2000-es évre átépítettük egy A csoportos autóvá. És hát akkor már nagyon megtetszett, legyártottuk az alkatrészeket, tényleg a futómű dolgait megrajzoltam, megterveztük, tényleg nagyon, nagyon nagy élmény uh-huh. volt megcsinálni, és hát meg is változott a kocsi. Nagyon és jó lett össze is állt az autó, tehát igen. Ásként is mentél vele. Így van, mentem vele ásként, és, de hát ez a baleset évében volt már, uh-huh. és ugye nem tudott kiteljesedni ez a dolog, ugye se az építés része, uh-huh. és ez miatt ugye már nem tudtam igazán kiélvezni azt a munkát. Igen, tehát akkor ezt a történetet így már elengedtem. Hát ugye el is adtuk, talán szelephez került az autó, vele cseréltem egy Loda Samarára, ahogy mondtam is az elején, uh-huh. és talán még a Csabi ment utána, a Filip Csabi ment uh-huh. egyet a Meccsek Rallin. Isten nyugosztalja őt is, igen. Igen, igen. Ő sincs közöttünk. Nincs. Jó, hát akkor a Ford márkánál majd maradunk, innen folytatjuk, viszont az összkerekes átkötés megvan, hiszen ahogy említetted, te abban a bizonyos 2018-as év végén már nem a Citroënbe fejezed be, hanem Meccsek Rallin debütálsz egy NS Micsúval, majd folytatod vele Nyíregyházán. Na milyen volt itt a Meccsek Rallin? Az egy furcsa dolog, hogyha nem Baranya kupának hívják, hanem Meccsek Rallinak. Akkor célba érsz. Igen. Ugyanazok a pályák, csak valószínűleg itt a névben az én egyik kedvencem, téged is már akkor kipróbáltad, ugye meglepett egy kicsit ez a szágyi, a Gorica szágy. Ja, igen. Nagyon jó amúgy. Én szeretem itt a meccseki pályákat, ezzel kezdtük. Mély víz volt inkább, azt mondom, a legelső gyorsasági. Melyik volt az a Márévára talán? Igen, 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 az a Pécsváradi, ahol olyan jó időt mentek a katáig. Az úgy Mitsubishivel elkezdeni, úgyhogy előtte nagyon keveset mentünk, uh-huh. mert át kellett nézni az egész autót, fölkészítették a srácok, le kellett fóliázni még, és pont így versenyre odaért, nem is tudtam előtte sokat menni, és így az első gyorsra így belekezdeni, ott nagyon tapogatózósan mentünk, de utána igazából próbáltuk kiismerni az autót, és talán a második nap, hogyha jól emlékszem, akkor egy gyors kivételével az összeset meg tudtuk nyerni.
bíztatónak láttad ezt be a meccsekről, úgyhogy örültünk neki, hogy végre célba értünk. Azt lehetett érezni egy Citroën után, hogy azért ez már még ha csak ennes is, de egy komolyabb autó. Természetesen, mind súlyra, mind fékre, mind kigyorsításra annyira másabb, teljesen más, hogy kell vele bánni, mint ahogy azt az ember gondolná. De hihetetlenül pozitív élmény volt. Nekem alapból is az utcán a kedvenc autóim közé tartozik ez a 9-es Mitsubishi. Úgyhogy öröm volt minden tekintetből vele menni. HR Rend. Mi munkát keresünk önnek, ön pedig minket. A megoldás HR Rend. Munkaerőkölcsönzés és közvetítés belföldön és Európában. HR Rend. Európai megoldás a munkában. Egy Citroën után azért már te elég gyorsan lépkedtél ezen a ranglétrán, hiszen fél éven belül Citroënből, NS Mitsubishin keresztül már egy R4-esben találtad magadat 2019 év elején. Igen, próbáltunk mi is úgy, próbáltuk úgy forgatni a lapjainkat, hogy jó legyen. Nem tartottál az autótól, hogy ez egy kicsit sok lesz? De. Főleg úgy, hogy ez egy épülő autó volt. Igazából nem is a bajnokságra mentünk 2019-be, de a felénél már láttuk, hogy van esélyünk, és hogyha szerencsénk van, és jól tudjuk végigvinni az évet, akkor talán meg is tudjuk nyerni ugye a bajnokságot. Nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy az autóból a lehető legtöbbet, vagy az autóra a lehető legtöbbet tudjunk tesztelni, hisz tényleg olyan gyerekbetegségekkel küzdöttünk, hogy az első verseny, és akkor még Zsoltival ugye két verseny mentem, és utána Tián ült be a maradék 4-5 verseny, nem is tudom hány verseny volt már, amin mentünk, és egyből az első versenyen kiestünk, elszakadt az égszíj, én nem vettem észre, hogy komoly világítások közepette, mentünk végig a maradék 10-15 kilométeren, az volt a lényeg, hogy érjünk le a gyorsan, és sajnos ott a motor az olyan szinten megsemmisült, hogy még Miskolcon tudtunk úgy, ahogy vele menni, azt meg is tudtuk nyerni, az egy szerencsénk volt, hogy esett az esés, nem kellett akkora motor teljesítmény, hogy ez észrevehető lett volna az autón, de utána szét is kellett ugye szedni, és nagyon lassan jöttek meg a dolgok hozzá, és ezért 2-3 versenyt egy széria erőforrással tudtunk véghez vinni, ott nagyon sok pontot buktunk, ugye, mert azért hátrébb estünk, Veszprém Rally, nem akartuk rávinni ezt az autót ugye a Murvára, akkor ugye az NS autót építettük úgy, ahogy át, ugye nem volt ez olyan egyszerű év, de ez a nyitás. Igen, először beültél az NS-ből, az R4-esbe, mennyire érezted azt a hatalmas különbséget? Nem lepett meg az autó? Mert azért azt mondják, hogy óriási a különbség, csak a kaszni kívülről ugyanolyan. Igen, kívülről ugyanaz, de belülről teljesen más. Talán sokkal jobban kézre állt nekem az ORC-s autó, mint az NS, ezért jobban is éreztem benne magam valamiért. Ugye én a Citroën-nel nagyon sokat mentem, ez egy szekvenciális váltós autó volt. Ugye még az NS az egy H-s váltóval felszerelt autó volt, amit még azért nem az, hogy tanulgattam, de még furcsa volt ugye a szekvenciális váltó után. De ugye az R4 az már megint szekvenciális váltós volt, és azért jobban hozzá tudtam egyből, vagy egymáshoz tudtunk simulni az autóval. Úgyhogy talán még jobban is éreztem benne magam. A kezdeti félelem az nagyon-nagyon hamar elszállt, ami volt az autóval kapcsolatban. Innen folytatjuk, Kata, Opel Kadett GSI-nél tartottunk meg a remek eredménynél, de aztán utána te is beleülhetél, ha csak egy-egy verseny is, legalábbis emlékezetem szerint nagyobb autókba, hiszen nem mindjárt az Andris mellé ültél, hanem ha jól tudom, itt volt egy-két vendégszereplésed még máshol. Igen. Szelep az visszatérő, vagy én vagyok visszatérő vendége, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Elmentetek Hondával is. Igen, szintén vele is mentem egy Hondával. Az volt, az... Ahogy mondtad, Mitsubishivel is, tehát szintén ültél ilyen nagy autóba. Mitsubishivel előtte mentem, tehát még ott egy vagy két versenyt tudtunk menni, igazából az a Kenderesi Árpinak volt egy Mitsubishije. Ővele sprintben mentem, illetve elindultunk egy Fehérvár Rallyn, de ott kiestünk, már nem emlékszem, hogy milyen műszaki hibával. Úgyhogy az egy ilyen két versenyes történet volt.
Tehát az is egy meghatározó élmény volt természetesen, egy összkerekes autó, ugye előtte hátsó kerekes volt, meg ugye az első kerekes kitkár. Ezek után ugye hát folyamatosan végül is a Robival mentem, majd először a szelep mellé egy favoritban ültem be, Mikulás Rallira. Vett a fiának egy favoritot, és akkor megkérdezte, hogy hát, hogy elmennénk-e kipróbálni. Hát mondom, ezt jelenti a kipróbálás, hát akkor menjünk, elmentünk előfutónak. Hihetetlenül élveztem a Murvát egyébként, és következő évben Mecsek Rallin kért meg ismét a Peti, hogy esetleg beülnék-e neki navigálni, és akkor már ugye ő bérelt egy Hondát, egy ugyanilyen Typert. Igen. És ővel sikerült életemben először így a Mecsek Rallin célba érni. Egyszerűen hihetetlenül boldog voltam akkor is. És nagyon jó érzés volt egyébként a Petivel menni, mert azért azt gondolom, és én ezt mindig szoktam hangoztatni, bármilyen úgymond régebben a versenyben, vagy a rallival kapcsolatban álló személlyel beszélek, hogy én szeretek tanulni, tehát én nagyon-nagyon élvezem azt a helyzetet, amikor valaki olyannal tudok beszélgetni, vagy együtt lenni, aki tapasztaltabb. És én rengeteget tanultam a Petitől, sőt, igazából mondhatom, hogy szinte a tudásom 90%-át azt tényleg ő adta. Illetve ugye a Robi a férjem, hiszen ő is navigátor volt. De neked honnan jött, mint hölgynek az, hogy egyszer majd beülj egy versenyautóba és navigálni? Tehát honnan jött az első? Hát ez is a Robinak köszönhető egyébként. Tehát minden hozzávezethető vissza? Igen, minden hozzávezethető vissza. Mi annak idején úgy is ismerkedtünk meg egyébként egy ilyen díjátadón. Én ott dolgoztam, ahol ez a rallis díjátadó volt. Majd később össze is jöttünk, és engem mindig vonzottak ezek az extrém dolgok egyébként. Nagy motorra akkor készültem lerakni a jogosítványt, mert hát én nekem szenvedélyem volt világéletemben a szágoldás, és hát a Robi az nincs oda ezekért. És akkor mondta, hogy hát figyelj, mi lenne, hogyha inkább ezt így parkolópályára tennénk ezt a motoros dolgot, mert azért ott mégiscsak egy ilyen két tenyérnyi felületen tapadsz az úthoz, semmi biztonság. Azért egy autóversenyzés, hát ott van a ketrec körülötted, mit tudom én, az sokkal jobb lesz. Hát jó, akkor legyen ez. És akkor így alakult az, hogy az ő régi sofőrje mellé beültem ugye Gerezslakra, amit az előbb említettem is, hogy ott egy gyorsaságit végigmentünk, majd a következő gyorsaságira a felvezetésen kijöttünk nagy gázzal egy lassítóból, fönnakadt a gázpedál, mi meg azzal a lendülettel be is boroltunk az árokba, úgyhogy tényleg azonnal fel is lettem avatva. Dávid, te pedig az első 8000-es hegyedet, ha jól emlékszem, 2003-ban avattad föl, akkor mondjuk így, mert egy sikeres mászásod volt, akkor az életed első 8000-ese volt, ugye? Igen, igen. Ez melyik volt? A nevet ne várt tőlem, mert ezeket a 8000-eseket így én meg sem tudom jegyezni. Valóban, szerintem ezt érdemes elmondani, hogy 14 ilyen 8000 méternél magasabb csúcs van, ezeknek különleges státusza van, mert 8000 méternél magasabbak, ezt szokták a Himalája koronájának nevezni, és 2003-ban volt egy nagyon szép ilyen országos összefogás, hogy tulajdonképpen aki akkoriban, a legtöbben, akik akkoriban mozgolódtunk ilyen 8000-es körökben, ilyen magas egy expedíciós hegymászó körökben, azok így összefogtunk, Kollár Lajos volt az expedíció vezetője, és kimentünk, hogy megvalósítsuk a Gásárban a kettő első magyar megmászását, és valóban nekem is ez volt az első 8000-es csúcsélményem. Pakisztánban, igen. Igen. Milyen volt ez? Tehát tudom, mert láttam korábbi interjúkat veled, hogy de videókat is, hogy láttam azért, amikor lejöttek egy alaptáborot, már táncolgattok a sátorba, de ez már egy ilyen utóhatása. Ott a csúcs, amikor na, most fölértem. Az milyen volt életedben először? Szerintem ez egy kicsit kiábrándító lesz. Odafönt nagyon ritkán érzünk valódi katartikus csúcsélményt. Tehát én mondtad már... Tehát ebben beszűkült állapotban... Négy ilyen 8000-esen álltam, és a négyből összesen egyszer éreztem valódi katarzist odafönt, amit nem egy jó statisztika. Ez 2004-ben volt a Csójú csúcsán. A Gásárbum 2 csúcsán igazából többen voltunk, tudtam, hogy nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk, meg nem tudom micsoda, de vagy nem tudatosult bennem az, hogy mi történt. Erről mesélj nekünk egy kicsit, hogy ez tényleg milyen érzés nektek ott. Tehát mi nyilván egyszerű földi halandók nem tudjuk elképzelni ezt a beszűkült tudatállapotot. Igen. Tehát ott már oxigénhiányos környezet, és tényleg 8000 méter felett.
Mindenhez oxigén. Mindennek tudatában vagytok? Mindennek tudatában vagyunk úgy, ahogy mondjuk egy alkoholos bódulat során tudatában vagy mindennek, de azért van egy ilyen szűrő a világ és közted. Tehát mindenhez oxigénre van szükségünk, nem csak a mozgáshoz van szükségünk oxigénre, nyilván lassabban mozgunk, meg bizonytalanabbul, hanem a fűtéshez is, mit tudom én, és a gondolkodáshoz is. Ez azt jelenti, hogy odafönt egy kicsit nehezebben helyezem el magam térben és időben, kicsit ilyen bódultabb vagyok, mint hogyha egy ilyen akváriumból néznék körül a világra. Tehát tudatosan kell fókuszálnom arra, hogy most mit fogok csinálni. A mozdulataimat ellenőrizni kell. És ez egy nagyon lassú, ugye megfontolt minden egyes mozdulat és lépés. A lassúság annak is köszönhető, hogy egész konkrétan az oxigén hiánytól nem tudunk olyan hatékonyan mozogni. Tehát hát az köztudott, hogy te ugye oxigén palack nélkül mászol, tehát ugye nem... Én is egyébként a mászótársam, jelenleg mászótársam Sojda Szilárd, és egyébként a magyar expedíciós egymászása is az jellemző, tehát ez nem csak az én, nem tudom, hogy ez bűn vagy érdem, de ez nem csak az én heppem, hogy palack nélkül mászom, hanem általában a magyar expedíciós egymászásnak egy viszonylag magas etikai normája van, és erre jellemző a palack nélküliség. De visszatérve erre az állapotra, ja, olyan, mint egy részegség. Csak az rendben van, hogyha a tábortűz mellett, nem tudom, megisztok egy palackbort, és közben mámoros vagy, de az már nem annyira oké, hogyha nagy magasságban mondtad kell. Többször, hogy például ugye, amikor valamilyen kapcsolatban vagy az alaptáborra, ugye rádión, hogy nem emlékszel, hogy mit mondtál ott fent. Uh-huh. Viszont ilyen állapotban biztos, hogy mindig jó döntéseket hoztok? A mászás szempontjából is. Tehát, először is van nekem ez a furcsa. Igen, ember, van egy csomó dolog, amit odafönt megvalósítasz, és azokat már nagyon-nagyon-nagyon rutinból valósítod meg. Azt, hogy kötöm meg ezt a csomót, vagy hogy hogyan kezelem az eszközöket, amik ott vannak nálam. Azokon... Ez hatalmas kesztyű egyébként, közben ide raktuk az asztal. Hát ez óriási. Azokon már nem szabad, hogy töprengjél odafönt. És persze ellenőrizni tudjuk egymást, ellenőrizni tudom magamat, felteszek magamnak kérdéseket. Hogy hívnak, mikor születtem, mi az anyukám neve, hol vagyok, hány méteren járok, hány óra lehet, stb. Ez a saját magam ellenőrzése. Ellenőrzni tudjuk egymást a mászótársammal. Megkérdezem tőle, hogy nem tudom, Szilárd, és mi van, ha valamire nem jól válaszolsz, akkor azt mondod, hogy... Vagy ő, vagy én. De nem vagyunk jól. Aha. És akkor mit kell tenni abban az esetben? Le kell menni. Tehát akkor szépen vissza. Tehát igazán jó gyógyszeres terápia, nem tudom, pihenni, stb. Semmi nem segít. Maximum ideig, óráig. Le kell menni, és a magasságvesztéstől szinte mindig jobban lesz egy mászó. Mennyi magasságot kell veszíteni ahhoz, hogy valamennyire így visszatérjen? Nekünk ez méterbe... Pár száz méter is számít. Pár száz méter is sokat tud számítani, igen. Uh-huh. Tehát ott fönt, amikor egyre följebb van, ott kell meghozni az okos döntés, hogy most fölfelé vagy lefelé. Igen. Az ott pillanatban. Igen. És mi az, amikor mennyire tudjátok előre az időjárást, mert mi van akkor, ha tényleg van egyáltalán ilyen, hogy nagyon váratlanul köszönt be valami, és olyan vihar ér benneteket fönt? Tehát nem ilyen miatt kell visszafordulni, hanem a természeti adottságok miatt. Tehát kis változások vannak az időjárásban, de általában jó előrejelzéseket kapunk. Tehát, és ez nagy különbség egyébként mondjuk a pályám kezdetéhez képest. Már akkor is sokkal jobbak voltak az előrejelzések, mint a történelmi hőskorban, mondjuk mit tudom én a II. Világháború előtt. De manapság már nagyon-nagyon, és egyébként az OMS-től, a meteorológiai szolgálattól kapjuk az előrejelzéseinket. Ezzel meg szoktak lepődni, hogy Pakisztánban, meg Nepálban, meg nem tudom micsoda, a magyaroktól kapjuk. És az alaptáborokban, a különböző nemzetközi csapatok között az OMS-nek elég jó híre van már. Tehát, hogy tudják az emberek, hogy a magyarokhoz kell menni, hogyha tudni akarod az időjárást. Igen. És ők küldenek egy 10 napos időszakra egy előrejelzést, látom, hogy milyen lesz a relatív páratartalom, a szélsebessége, stb. Ez a két fő paraméter, amit nézünk. És amikor alacsony a páratartalom, tehát nem számítok csapadékra, és a szélsebessége is viszonylag alacsony egy párnapos időszakban, akkor az a csúcsmászó ablakom. Láttam, hogy 2015-ben, ha jól puskázok, volt az év mászása, ami miatt te kaptál egy ilyen elismerést. Az melyik? 16-ban is, igen. 16-ban is, de akkor 2015-ben az első, melyik volt ez, és ezt miért kapja valaki, hogy az év mászása? Ez mit jelent nekünk laikusoknak? Van egy ilyen szövetségünk, amit úgy hívnak, hogy magyar, hogy hegyi és sportmászó szövetség, bocsánat. Igen. Ez egy ilyen ernyő szervezet, ugye már mondtam, hogy a hegymászás az nem egy ilyen homogén valami, hanem különböző szakágai vannak, a terem mászás,
hegymászástól kezdve a sziklamászáson át az alpinizmuson keresztül, mondjuk az expedíciós hegymászásig, és akkor tényleg nem rajzoltam egy teljes képet. És különböző kategóriákban, én hegymászás kategóriában kaptam ezt elismerést, különböző kategóriában évről évre kiosztják ezt az elismerést, és a 15-ös, ez a Manaslu nevű csúcsért járt, Szellemhegy, egy másik szép 8000-es Nepálban, és a 16-os az pedig az Annapurnáért, az Annapurna a legveszélyesebb 8000-es, és 16-ban az első magyar megmászását hoztam össze. Az egy nagy siker volt, ugye? Az egy nagyon szép expedíció volt, igen. Igen, az szerintem az akkori időben, vagy azóta is talán a legnagyobb média nyilvánosságot is kapta itthon, tehát azt nagyon propagálták itthon, mert ez tényleg egy komoly teljesítmény volt. Az egy nagyon, ugye az Annapurna azért izgalmas hegy, mert ennek van a legrosszabb halálozási statisztikája, ha már a veszélyre ugye az elején kitértünk, és ez nyilván egy szignifikáns faktor, amikor hegyekről beszélünk, hogy mennyire veszélyes, milyen a és ez, hogyha ránézünk a hegyre, akkor is látszik, van egy kuloár, egy ilyen tölcsérszerű formáció a hegyen, ami fölött ilyen függő gleccserek vannak, azok leszakadással fenyegetnek, és maga a terep is közben eléggé meredek és technikás. Úgyhogy ez is terhelést jelentett, ez a híre, illetve előtte már volt egy magyar próbálkozás a hegyen 2013-ban, és mindenképpen el kell, hogy hangozzék az Erős Zsolt neve. Igen, Erős, és rá egy évre hunyt el, ugye 2014 májusában volt azt hiszem a... Az bocsánat, 12-ben próbálkoztak, igen, Zsolték 12-ben próbálkoztak a Napurnával, és sajnos nem sikerült nekik, illetve a csapat egyik tagja életét vesztette, és valóban 13-ban volt Zsoltnak, aztán végül a halálos baleset, amikor a Kis Petivel együtt. Igen, a kancsán sajnos fennmaradtak. Hogy terhelt volt az expedíció, amikor... Pedig az sikeres volt, a Zsolt végül is feljutott a csúcsra, ha jól emlékszem, és lefelé menett. Mind a ketten feljutottak a csúcsra. A 2013-as Kanchenjunga expedíció nagyon szigorúan csak ilyen értelemben, mert egyébként nem nevezném, tehát ez egy tragédia volt, igen, de ilyen értelemben sikeres expedíció volt, mind a ketten elérték, igen, a csúcsot, és ereszkedés közben vesztették, igen, életüket. Igen. Hát ez egy szomorú dolog volt, Zsoltot ismertem, volt szerencsém több műsoromban is itt volt. Felülmúlhatatlan életművet hagyott maga után. Igen. Ezzel a pár másodperc is emlékezzünk rá. Egyelőre ennyi fért második epizódunkba. Köszönöm szépen a figyelmet, gyertek vissza majd a befejező részre is. A talk show felvételei az impozáns Kodály Központban készülnek. Világszínvonal Pécsett.